Hatalmas területet borít hínára Tolnai Hold-Dunán. A helyiek azt mondják, évek óta okoz ez bosszúságot. Idén már a városhoz tartozó 8 kilométeres szakasz felét egybefüggő hínnál réteg borította, ami miatt a kajakosok nem tudták használni a vízfelületet. Továbbá a holtág jövőjét is veszélyeztette a növénnyel vízbe kerülő szerves anyag. A város vezetése úgy döntött, vásárol egy saját hínárvágógépet. A 1,5 millió forintba kerülő eszközzel az Altaripa szabadidő park alatti területet és a Kajakkenu Egyesület által használt pályaszakaszt tisztították meg még a növény virágzása előtt. Ezelőtt egy-két héttel, három héttel tudtuk elkezdeni a hínárvágást. Hát gyakorlatilag egy 6 munkanap alatt körülbelül számításaink, satszolásunk szerint egy 16 hektárt sikerült megtisztítani a hínártól. A hínárvágógép 170 cm mélyre képes lehatolni és kivágni a vízinövényt. A munkát irányító Klein Antal azt valószínűsíti, idén ezen a szakaszon már nem okoz problémát a hínár, mert még időben megtették a szükséges intézkedéseket. Még virágzás előtt sikerült elcsípni a hínárvágással. Ez azért jelentős, mert a virágzás után a hínár magját visszaszórja a vízbe, és ezáltal ősburjázás indul meg. A biztonság kedvéért hetente ellenőrzik az érintett területet, és amikor szükséges, akkor kivágják a kellemetlen vízinövényt. A városvezetés úgy tervezi, évente 2-3 alkalommal megismétlik a 16 hektár terület megtisztítását. Az a céljuk, hogy minél mélyebben, minél kisebb állapotba vágják ki a hínár, így kevesebb szerves anyag kerül a vízbe.